Pénteken Miskolcon vendégszerepelt Stefálund együttese. Nagy iramban, de pontatlanul kezdtek a csapatok. Az első harmadban ugyanis bár felváltva forogtak veszélyben a kapuk, gól nem esett, így 0-0-át mutatott az eredményjelző 20 perc játékot követően. A térfélcsere után az öltözőben felejtették magukat az acélbikák. 4 perc után már vezettek a hazaiak Metcalf révén. A bekapott gól után az eddigieknél is szélesebb játékot mutattak a vendégek, ennek meg is lett az eredménye. A 31. minutumban egy másik légiós Knox talált be a dunaújvárosiak kapujába, így már 2 gólos hátrányban voltak az acélbikák. A harmadik 20 percben úgy tűnt, hogy magasabb sebességi fokozatba kapcsolódott, de a kezdeti lendület megtört, és csak nehezen tudtak a miskolci kapu elé kerülni. 5 perccel a mérkőzés vége előtt ismét Metcalf volt eredményes, végleg eldöntve ezzel a találkozót. 14 megnyert mérkőzés után először pont nélkül maradtak Lanányék. A sors fintora, hogy a dunaújvárosi együttes ezt megelőzően 2013. december 6-án ugyancsak Miskolcon szenvedett vereséget. Nincs idő a pihenésre, ugyanis vasárnap este 6 órakor az FTC gárdáját fogadják Stefálund tanítványai a dunaújvárosi jégcsarnokban.